Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallottatok, engem ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, titeket mondom, áldást és áldozatot hozzatok rágalmazóitokról, ha arcul tartsátok oda a másik arcatokat is, annak, aki illeszi a köszöntésedet, add oda a ruhádat is mindeneknek, akinek két tőled adja, és aki elveszi, amit a tiéd, attól neked vissza. Így bánjatok az emberekkel, ahogy nektek is, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szerettek, és milyen jutalmat várhattok érte Istentől, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik, hogy csak azokat tesznek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek ki. Hiszen ezt a bűnösök is megteszik, ha valaki meg visszafizet reményében adtatok kölcsön, mivel halára számíthattok. A bűnösök és a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsönt, és semmi viszonzást ne várjatok, hogy nagy utalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelének, hisz ő is jóságos találatnak, hálátlanoknak, és a gonoszok iránt tegyetek tehát irgalmasságot, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjátok ítéletet senki felett, akkor fölöttetesen ítélkeznek. Ne ítéljétek el senkit se, akkor titeket sem fognak elítélni. Bocsássatok meg, megbocsátásra adjatok, és adjatok ti is, akkor jó, tömött, megrakott, túlcsúdult mértékkel, mértékletekre, mert amilyen mértékkel ti is mértek, olyan mértékkel meg fognak még nektek is mérni. Ezek az evangélium igéje. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén az egyház liturgiája egy szóval foglalja össze a keresztény életet, szeretet. Erről hallottunk Szent János apostol első levelében, hogy mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket.
És ez természetesen nem csak a lelki halálból a lelki életbe való átmenést jelenti, hanem az Isten országának a megtapasztalását már ebben a világban is. Ugyanígy, hogy abból ismertük meg a szeretetet, az Istent, abból ismertük meg a szeretetet, hogy ő életét adta, értünk, tehát nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ismét a szeretet csúcsa, amelyről Jézus azt mondja, hogy ennél nagyobb nincs, mint aki életét adja barátai a többi ember üdvösségéért. Mint hogy az az ember célja és a legnagyobb ajándék, amit készíthetünk a másik embernek, hogy mindent az ő üdvösségéért, a céljáért, a boldog beteljesüléséért megteszünk. Ugyanígy, ugyanebből az oknál fogva, mint hogy minden bűn szembeállítja az embert az Istennel, a szeretettel, ezért Isten nyugodtan nyilatkozhatja ki, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert ő is a bűneink ellenére szeret minket, pedig a bűn az szembefordul az Istennel, a szeretettel, tehát ellensége vagyok neki, ha bűnös vagyok, és mégis szeret engem. Hát, ha Isten képe is hasonmása kell legyek, akkor én is szeressem az ellenségeimet, mert így leszek méltó fia a mennyei atyának. Ez a szó, hogy szeretet azonban egy modellt kíván maga után, mert senki nem születik úgy, hogy szeretni tud. Mindenki úgy születik, hogy van teste és lelke, ami sok mindent be tud fogadni, de tanulni kell a szeretetet. És ebből az is látszik, hogy a Szentírás tanítása és a szenteknek is a tanúsága az, hogy mindennek a központjában, a szeretetnek a központjában egy megelőlegező szeretet van az Isten részéről, amelyet ugye az elmúlt két alkalommal is mindig mondtam, és most fejtem ki igazából a teljes modellt, hogy Isten mindig előbb szereti az embert. És ez a megelőlegező szeretetét hívjuk, hogy kegyelem. És hogy ez a kegyelem Istentől, ami Urunk Jézus Krisztustól jön. És hogy ennek a következménye a belévetett hit, és ez a belévetett hit pedig utána erősen, szorgalmasan munkálkodik, és ezt hívjuk szeretetnek. Ezt a hitet, amit a szeretet szül, és ez utána szeretetben jelenik meg, mint ahogy az Isten szeretete is bennünk munkálkodik, és ez fakasztja a hitet iránta, hogy hisszük, hogy van, hogy szeret, és a hitben követjük az ő tanítását. És ugye ez egy ilyen körforgalom, egymást erősítő, egyre magasabb szinten levő körforgalom, hogy az Isten nem vonja meg a kegyelmét, ő ismét ad szeretetet, és ezért magasabb hitre jutunk, és magasabb szeretetet mutatunk, gyakoroljuk szorgalmasan, erősen ezt a szeretetet. Ez tapasztalható meg Árpád-házi Szent Erzsébetben, ez a keresztény életnek a modellje tulajdonképpen. Erre van neki van minden ember. Ezt csodáljuk meg Szent Erzsébetben, és akkor nézzük a kifogyhatatlan példákat, hogy amikor Konrád mester, akit 9. Gergely pápa nevezett ki lelki atyának, egy alkalommal megbünteti Erzsébetet, mert Erzsébet számára engedélyt kérnek egy kolostor lakói, hogy Erzsébet beléphessen oda, és Konrád azt üzeni, hogy lépjen be, ha akar. Erzsébet pedig ezt úgy értelmezte, hogy akkor, ha akarok, beléphetek. Ám Konrád úgy értelmezte, úgyse fog belépni, mert tudja, hogy én nem szeretném. De Erzsébet belépett. És jött a büntetés. Szolgájával együtt, megjegyezzük, hogy 3, sőt plusz egy negyedik lett, mind a 4 Istennek szentelte életét. És inkább barátnői voltak, akiket ölébe vett. És inkább nekik juttatta a jobb falatokat. És inkább őket védelmezte. Szóval a szolgájával, nőjével együtt hajoljanak le a földre, és Gerhardus testvérnek megparancsolta Konrád, hogy akkor egy hosszú fütykössel tetőtől talpig, és teljes erőből. Ő pedig közben az 50. Zsoltárt, a bűnbánati Zsoltárt énekelte a pap. A szolgálónője beszámol róla, hogy 3 hét múlva is véres sebei voltak, Erzsébetnek még inkább, mert ő többet kapott. És hogyan vigasztalta Erzsébet a szolgálónőjét, amikor igazságtalanul ezt kapták?
De tudod, az ember olyan kell legyen, mint a vízparti fű, amikor kiárad a víz, akkor ő lehajtja magát, lehajol. Megszívja magát jól vízzel. Elmegy a víz, fölegyenesedik, és örömben, boldogan éli tovább az életét. Ilyen kell legyen az ember is. Jön a kiáradó víz, amikor nem szeretnek az emberek, tán igazságtalanul meg is büntetnek. Meghajlunk alázatosan, és ez táplálja az emberbe az igaz hitet és szeretetet, hogy nem haragszik meg, mint Krisztus a kereszten nem haragudott meg, hogy a mi bűneinkért viselte a keresztet, hanem szeretetből ajánlotta fel. Így én is, amikor igazságtalanul ér a fenyítés, akkor meghajlok, és ebből táplálkozik és erősödik meg a lélek ebből kikerülve, utána felemelkedik és virul boldogan. Mint ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Megostorozza minden fiát, akit magához fogad. Vagy amikor az ő férje meghal, mert elmegy a Szentföldre, és útközben meghal. És erről, amikor a csontjait visszahozzák, és Erzsébet oda megy a koporsóhoz, szintén a szolgálói számolnak be, és ebben a három prédikációban igyekeztem semmi legendát nem behozni, hanem az esküterhe mellett adott vallomásokat, ez az elsődleges formás, csak forma és forrás, csak fölhasználva. Mondja a szolgálója, hogy így imádkozott Erzsébet hangosan. Uram, te tudod, hogy én mennyire szeretem a férjemet, és szerettem. Ám nem irigyeltem tőled soha. Így ő és én, mi ketten együtt ajánlottuk fel őt a Szentföld védelmére. És most, hogy meghalt, az egész világot is odaadnám érte, és nem sajnálnám, ha ez a te akaratod lenne. És semmit nem szeretnék, csak végigkoldulni vele az egész életet, és koldusként élni. De ha ez nem a te akaratod, akkor egy hajszálamat sem adom érte. Rád bízom őt és magamat. Na ez az. A Krisztus ezt adta nekünk, önmagát, teljes mértékben. Erzsébet sem akart semmit megtagadni a Krisztusától. A szövetség, aminek a legfontosabb, legrövidebb formája, hogy én a te Istened vagyok, és te az én népem, vagy te az én gyermekem, amely így jelenik meg Erzsébet életében, szintén esküterhe alatt mondott vallomásban, hogy Erzsébet ezt vallotta meg a szolgálójának. Hogy így szól az Úr, ha te velem akarsz lenni, én veled leszek. És Erzsébet ezt mondta, válaszolt rá hangosan, eképp Uram, ha te velem akarsz lenni, én veled leszek, és soha nem akarok elszakadni tőled. Itt már több van, mint az ószövetségi formulában. Nem az, hogy én az Istened vagyok, és te az én népem, hanem, hogy veled vagyok, és megszabadítalak. Ezt nem jelenti Jézus neve. Hogy az Úr, aki van, az Isten, az veled van és megszabadít. Ez a teljes jelentése. És Jézus erre kínálja föl magát minden kereszténynek. De azt várja, hogy azt mondjuk, hogy ha te velem akarsz lenni, én is veled vagyok, és nem feledkezem meg róla, se nehézségben, sem örömben, sem bánatban, sem akkor, amikor az ember ünnepel, mint Erzsébet, egyfolytában ünnepet ült a házasságának a 7 esztendeje alatt, vagy 6 esztendeje alatt. Egyfolytában ünnepet ült. De akkor se feledkezett el Krisztusáról. Akkor is megkérte a szolgálóját, hogy éjszaka csavarja meg a lába ujját, hogy keltse föl, hogy ő leszálljon, és elmenjen imádkozni a Krisztushoz, a férjétől. És a tovább a szeretet példája, ami kinyílik a hit által, a hit pedig az Istentől kapott megelőlegező szeretetből táplálkozik.
további példák, hogy amikor 2000, 5000, bocsánat, rosszat mondom, volt 2000 is, több is volt, dénár, ami szétosztogatott, egy alkalommal 500 dénárt osztott szét. És mindenkinek egy helybe kellett állni a földön, és nem mozdulni, hogy kétszer ne kerüljön sor. És aki ezt megszegi, annak büntetés volt kilátásba. És volt ott egy fiatal lány, hosszú hajú, aki nem is azért jött, hogy pénzt kapjon, és nem is kapott pénzt, de ő ide-oda ment, mert a testvéréhez, vagy az unokatestvéréhez jött. És hozták, és ő megbüntettette, hogy a szép hosszú haját vágják le. És jöttek, és mondták, hogy de hát ez igazságtalan volt. Miért volt igazságtalan? Mert ő nem is pénzért jött, és nem is kapott, és azért ment egyik erről a másikra. És mit mond az, aki lélekkel el van telve Erzsébet? Szép hosszú haja van. Nem bánom, hogy levágattam. Ne menjen a körtáncba ezután a férfiakkal és a nőkkel ilyen hosszú hajjal. És megkérdezte tőle. Nem gondoltál-e valaha arra, hogy Istennek szenteld az életedet? Szóval válaszíts az, dehogy nem, csak a hosszú hajam nagyon szép. A hiúság. És ezt visszatartott attól, hogy Istennek szenteljem az életemet. Na, itt van a lélekbelátás, hogy aki szeret, az a lelket szereti, és azt adja neki, ami az üdvösségéhez kell. És nem igazságtalan, hanem a legjobbat teszi vele. És miután levágták a haját, azonnal Istennek szentelte a leány magát, mint ahogy Isten eleve erre rendelte. Nézem, az időt elvileg lejárt. És akkor foglaljuk össze. Mi is volt az ő lelkülete? Hogy amikor szétröppentek, néhányan még ott maradtak, mert gyámoltalanabbak voltak a földön. És mit mond Erzsébet? Ó, látom, hogy a gyengébbek itt maradtak, adjunk még nekik valamit. És mindenkinek kiosztott még 6-6 kölni dénárt. Azt akarom, hogy örüljenek, gyújtsatok tüzet, és ő lábat mosott, mindegyiknek megmosta a lábát, és bekente. Azok meg énekelni kezdtek. Na látjátok, ezt akarom én, hogy boldoggá kell tenni az embereket. Ez a lelkülete annak, akiben a mag, fogam és termést hoz. A keresztény lelkület. A szeretet lelkülete. Ahogy Szent Ciprián mondja erről. Minden az Isten tulajdona ebben a világban. Az embernek persze van hatalma, kivonja magát alóla. De minden az Istenhez tartozik. Annak, aki Isten birtokolja, semmi sem hiányzik, ha ő maga nem hiányzik az Istennek. Ne hiányozzunk az Istennek. Legyünk a tulajdona, mint ahogy Erzsébet az volt. És akkor semmi sem hiányzik. A szeretet bőséges gyümölcsét hozzuk, amelynek a gyökere a Krisztussal való együttlét, a hit, és amelynek meg a gyökere az ő megelőlegező, mindent felülmúló szeretete. Amen.